akik ettek Dózsa György húsából, azokat szabadon engedték. Mindenki úgy tudja, hogy Dózsa Györgyöt tüzes vastrónra ültették, izzó vaskoronát tettek a fejére, és alvezéreivel felzabáltatták. A helyzet az, hogy ennek egy jó része igaz. Ami biztos, hogy nem, az a vastrón, hiszen a korban egy ilyen vasszerkezet kellő felhevítése azokra is veszélyes lett volna, akiknek azt el kell végezni. A vélhetően fatrónra ültetett és mesztelenre vetkőztetett dózsára felforrósított koronát tettek és ugyanilyen kormánypálcát adtak a kezébe. Tüzes vasfogókkal tépkedték, és kiéheztetett alvezéreit arra kényszerítették, hogy harapjanak ki egyet a húsából és egyék meg. Akik ezt hajlandóak voltak megtenni, azokat szabadon engedték, a többieket viszont megölték. Szerinted Dózsa György megérdemelte ezt a kínzást? Írd meg kommentben!